Köszönjük a gratulációt. Hát, hogy mennyire volt fura, hát eléggé fura volt. Természetesen ezért 2-3 napon ezelőtt nem számítottam volna, hogy ilyen lesz, hogy én leszek a vezetőedző. De a tegnapi edzés után én úgy gondolom, hogy úgy jöttem erre a mérkőzésre nyugodtan. Ott az 1-4-nél sem voltam ideges. Tudtam, hogy a lányoknak szükségük van arra, hogy azért ez a 2-3 nap, ami előttünk volt, szükségük van arra, hogy felvegyék a tempót és felvegyék a ritmust. Mint védekezésben, inkább védekezésben voltak az elején hibáink, nem éreztük a távolságokat, de aztán utána rendeződtünk, és utána rendben ment a védekezés, és abból a gyorsindítás gólokat tudtunk lőni, és lerohanás gólokat, könnyű gólokat, és ezáltal jobban kezdte élvezni a csapat is a játékot. Onnantól kezdve már a támadó játékunkban is szerintem nagyon jól működtek a dolgok. Úgy gondolom, hogy még van hova fejlődnünk, kell is fejlődnünk, és akarunk is fejlődni, úgyhogy még jobbak szeretnénk lenni.